Testsúly, testtömegindex és hasi zsírvizsgálatra is lehetőség van a Dunaújvárosi Egészségfejlesztési Irodában. Mint azt az intézmény munkatársa, Szabó Gréta dietetikus elmondta, számos probléma felmerült a dunaújvárosi lakosság körében is, a magyarok jelentős részére jellemző elhízáson kívül. Még most is sajnos nagyon gyakori ugye a fiataloknál mind a bulémia, mind pedig az anorexia. Azonban a modernkor világa az szült úgymond újfajta testképzavaros betegségeket, amelyek közé tartozik az ortorexia nervóza és az izomdiszmorfia is. Az ortorexia nervóza az nem más, mint a egészséges táplálkozás iránti megszállottság. Ezeket az embereket az jellemzi, hogy mániásan nézik egy tápanyagnak az összetételét, vagy egy élelmiszernek az összetételét, mániásan számolják a kalóriákat, illetve hogyha valami nem úgy jön ki nekik értékben, akkor ők ezt nagyon komoly stresszként élik meg a mindennapjaikban. Hozzátette, egy másik testképzavar is felütötte a fejét. Az izomdiszmorfia az pedig inkább úgymond a fiúkra, férfiakra jellemző, akik napi többszöri edzés mellett is, illetve nagyon szép izomtömeg mellett is már úgy látják magukat a tükörben, minthogyha soványak lennének, izomtalan alkattal, és ők emiatt még erőteljesebb edzéseket fognak végezni, és esetleg ugye károsszerekhez is nyúlnak az izomtömeg növelés céljából. Szabó Gréta kiemelte, mindenképpen kerülni kell a szélsőségeket. Mint mondta, a tudatos táplálkozás nem azt jelenti, hogy kizárnánk bizonyos tápanyagokat étrendünkből, sokkal inkább önkontrollra, a mennyiségek kordában tartására van szükség.